És megérkezett MC haver és a Techno a stúdióba. Sziasztok! Szia. És itt egy picit belebonyolottunk, vagy belebonyolottatok abba, hogy akkor meg két, meg három év, meg sok, vagy nem sok, és mi ez a, hogy itt húztátok egymást az életkorra? Hát igen, mert sokkal idősebb, mint én. Na sokkal. Akkor én vagyok sokkal fiatalabb, mint ő. Körülbelül vannak köztünk 15 év majdnem. Sokkal nem. De te melyiket gondolnád fiatalabbnak? Nem, olyan rossz korról beszél, vagy így. Akkor ne is beszélgessünk. Nem, tehát így mind a kettőtöket így maximum ilyen 28-30 körülnek nézzétek. Ha 20 évesek vagytok, most buktam a projektet, de nem tudom. Én 20 múltam. Oké, akkor maradjunk ennyiben. Na, térjünk rá a mai témánkra. Egy picit végre valakivel, azt hiszem, hogy tudunk egy picit konkrétabban beszélni a mulatós zenékről. Mi még most beszélgetünk először így az interaktív keretein belül, úgyhogy egy picit nosztalgiázunk, hogy hogyan is keveredtetek ti ezzel a műfajjal kapcsolatban. No, hát akkor kezdjük. Ez a történet az olyan 2005-ben kezdődött, akkor külön-külön létezett egy techno együttes, illetve létrejött. Számolható a kora is. Na, 11 éve, hogy elkezdtük tulajdonképpen ezt a mulatos pályát, akkor 95-től külön-külön volt a disznótoros, diszkótoros múltjával, tartott 99-ig, vagy majdnem 2000-ig, amikor már lecsengésben lévő volt a neve, ez én nevem viszont már éppen fölfele tartott, ekkor fölkapaszkodott a hátamra, és azóta nagyon nagy sztár lett belőle. Ő meg púpos. Igazából mi lehet a titka szerintetek annak, hogy tényleg vannak olyan szóló előadók, most lehet, amilyen eladási listákat, hogy nem igazán tudnak 8000 lemeznél többet eladni, és a mulatos műfaj van többek között is, tehát hogy nagyon nagy. Most már ti se. De akkor szép, régi szép időkről beszélgetünk. Igen, két évvel ezelőtt óta folyamatosan szépen ível lefel a lemezeladás, nem csak nálunk, ez két évvel ezelőtt még 50 000-et adtunk el, most már csak 10 000-et. Na de hát tehát pont erre akartam rátérni, hogy manapság már ez a 10 000 is nagyon soknak számít. Igen, most hallottuk, hogy le akarják vinni már 5 000-re az aranylemezt. Na, ezeken viszont még új információk. Ez fantasztikus, de ez utána majd azt fog következni, hogy régen ugye minden médiában megszólalt, amikor megjelent egy lemez, hogy már a megjelenés napján aranylemez, tehát el se kell majd adni hozzá egy darabot, csak meg kell jelenni. Ennyi. Hát szóval, hogy miben gondoljátok, hogy mi lehet ennek a titka, hogy ez tényleg ennyire, ha nem is, akkor nem feltétlenül a lemezadásokban, de abszolút szerintem sokkal több fellépésetek van, mint egy-egy magyar népszerű befutott pop énekesnek. A lemezadás nem arra mondtam, hogy esetleg mi lennénk népszerűtlenebbek, mint két évvel ezelőtt, bár szerintem azért mulatos most már kicsit kezd kimenni a divatból, de sajnos az a lemezeladás az általános, az elmúlt két évben eladott számítógépek mennyisége, az internet kapcsolatok sebessége és mennyisége alapján ez általánosítható, hogy mi miatt van. Léptettünk egy ilyen próbát, hogy keresőbe beírtuk a nevünket, és a hazai piacon lévő zenekarok közül az egyik legtöbbet megjelenő név volt az, ami... Az egyik nagyon ismert ilyen fájlcserélő program, a 8500 fájl jött ki, ami több mulatos és ismertebb előadót is beírtam, és nem jött ki ennyi egyiknél, és ez külön büszkeség. Viszont lemezadásban nem igazán örülünk ennek sajnos. Na, de még mindig kitértetek a válaszadásra. Tehát, hogy a mulatos műfaj népszerűsége az miben rejlik szerintetek? A magyar emberben. Mint ahogy a Németországban a Sramli, ugye az ősi népzene az van a vérükben, Amerikában a country, úgy Magyarországon gyakorlatilag a mulatos zene. Én ebben tudom magyarázni, és szerintem ez is magyarázat. De volt egy olyan megszólalásod, ami engem így meglepett, hogy azt mondtad, hogy most kezd egy picit megint így veszíteni a népszerűségében. Ez az ő véleménye. Ez az ő véleménye. Ez nem egyezik köztünk, ez mindig akkor is. Akkor veszetek össze itt egy adásba, tartanyjam már valami. Mi sokat utázunk, de nem veszünk sose össze. Egyszer volt, hogy egyik hajnalban a fellépések végeztével otthon a házuk előtt összeverekedtünk. No. Ez volt a tulajdonképpen egy ilyen töréspont, amikor onnantól kezdve már csak vitázunk, de nem beszélszünk. De akkor olyan kim volt a fél lakót. Akkor már nagyon-nagyon sok fellépésünk volt, és nagyon ki voltunk idegileg, volt időszak, de akkor már külön autóval jártunk fellépni, azt hiszem egy fél évig vagy egy évig. És nagyon nagy volt a feszültség, de aztán hála Istennek sikerült túltenni. Na most a kérdésre visszatérve, ami... Veszít a népszerűségével, csak nem értetek egyet azon.
Hogy ő te nem... képviseled az egyik oda. Én úgy gondolom, hogy egyrészt volt egy szelet torta, amiből mi ugye elkezdtük ezt az egészet, és ezt a torta szeletet, ezt mi kaptuk. Egy idő után már olyan sok igény volt, hogy egyelőre nem tudtuk ezt kielégíteni, és ezt mások is felismerték, és így egyre inkább gombamód elkezdtek szaporodni a mulatos előadók, mint ahogy most is azért van néhány, akiket be tudhatok hívni. Vannak köztük olyanok, akikkel szinte együtt kezdtük, akik tulajdonképpen nem is annyira mulatos, mint inkább lakodalmas, vagy nem is tudom, szórakoztató zenei kategória, de a mulatosokból is bőven lett aztán. És hát nyilván ez a torta szelet, ez ugye több szeletre, és hát fel is égült, én úgy érzem. Tehát én nem akarom a mi produkciónkat minősíteni, mi a kereteken belül megpróbálunk igényesen dolgozni, mind a fellépéseken, tehát hogy élőben énekünk, mind pedig a lemezeinken, hogy élő cigányzenekart alkalmazunk. Én azt gondolom, hogy ennél igénytelen a produkciók is jöttek ki sajnos, és ezáltal most már szinte egy nagy keveredés van, nem tudom, kikivel van, minket már más néven szólítanak. Sokszor, ha felismernek az utcán, nem mondom ki a nevüket, hogy... meg ilyesmi. Nem. Másik együttes van, aki véletlen módon nagyon hasonlít ránk, és úgy szoktak felismerni, szóval valami vannak ilyenek, ennek nem nagyon örülünk, de panaszva sincs azért okunk, az emberek szeretnek és szeretnek mulatni is. Kiknek a körében vagytok ti leginkább népszerűek? Az biztos lehet tudjátok így mérni. Hát a magyar állampolgárok körében biztos. És nem csak az ausztrál állampolgárok és az amerikai állampolgárok, akik nagyon rossz nekik. Korosztály tekintve, akkor másképp fogalmazom a kérdést. Hát ez igazából, aki már tud egy kicsit dudorászni onnantól kezdve, tehát a legkisebb gyerekektől egészen a nyugdíjas éveit betöltött emberek között. És vannak köztük főiskolát végzett, egyetemet végzett emberek, orvosok, és ugyanúgy vannak segédmunkások is, tehát abszolút nem tudjuk bekategorizálni. Egyébként ez pont az a zene, épp a Judy-val beszéltem a minap, ami mindenhol vannak hullámvölgyek, ugye valamikor jobban megy, de sosem fog eltűnni ez a fajta zene, ez ugyanolyan, mint a kocsma. Tehát kocsma is van, volt és mindig is lesz. És úgy gondolom, hogy ez a műfaj is virágzani fog még. Én legfeljebb mi nem. De még egy jó darabig biztos, hogy gondolom ki is. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Reklám következik most itt az Interaktívban. Köszönjük szépen, sziasztok! Mert szerintem ők még soha nem jártak így ennyien itt a tévében, ezt figyeljétek. Figyeljetek, MC Haveri és a Technő, ezen kívül itt lesz Cappuccino, Dupla Kávé, Fekete Pákó, aki ugyan már járt itt, de hát most ugye megkérdezzük, hogy miért csinálja azt, amit csinál, Matyi és a Hegedűs. És hát úgymond a másik oldalról megkérdezzük, hogy viszont vannak zenészeink, akik viszont miért nem ezt a stílust választották, bár biztos, hogy ugyanilyen jól szerepelnének benne. Roy és Ádám, Bárány Tomi, a Groove House billentyűse, valamint a Hooligansből Tibi is itt lesz, úgyhogy szerintem érdemes lesz velünk tartani ebben az egy órában, de hát itt is vannak az első vendégeink a stúdióban, MC Haver és a Miki Technő. Technő Miki. Így még sosem szólíthat senki, sziasztok, szia! Na, örülünk, hogy eljöttetek hozzánk, mert biztos éreztétek azért, hogy a Viván a klipjeitek ugye nem annyira mennek. Hát én még nem láttam. Hát igen. Biztos. Na és ehhez képest viszont, óriási rajongótáborotok van. Mikor kezdtetek el foglalkozni, és miért ezzel a zenével, és miért pont ezt a zenei stílust, vagy mondjuk így, hogy igen, miért ezt a zenei stílust választottátok? Hát így együtt 2000 óta vagyunk, mint MC Haver Technő. Előtte mind a ketten ugyanezt a stílust képviseltük. Én is azt hiszem 4 lemezt adtam ki technőként, te is aztán 4-et, ugye? Nem pszichaverként. És aztán 2000-ben így találkozott a pályánk, és összeálltunk. Miről beszélünk? Tehát itt mulatosról beszélünk? Azt mondtad, hogy villest csináltad előtt, hogy mulatosról beszélünk. De elektronikus zenei alapokon, tehát ilyen szintis alapokon. Nem az, hogy nem hegedű, nem dobok, nem tudom, micsoda. De? Hegedű, dobok, elektronikus hangszínek. Tehát gyakorlatilag mi ötvöztük a népzenei elemeket az igazi mai trendnek nevezhető popzenével, és ezekre az alapokra helyeztük egyrészt már ismert és sokszor agyoncsépelt mulatos notákat, és ezen kívül mi ezt nem csak mulatosként, hanem lakodalmasként is apostrofálnánk, hiszen ez a kettő kategória is egy picit külön. Van az ekter, roman nóták, cigány nóták, magyar nóták, amik igazán mulatosnak lehet nevezni, és vannak az egyéb később más szerzők által írt, de a
szakma, vagy nem is tudom ki által lakodalmasnak degradált dalok ilyennek, például a Sevelet Csenélkület, Kék a Szemel, stb. És miért ilyen népszerű ez? Arra rájöttetek már? Tehát pontosan azért, mert hogy az alapjai mondjuk, vagy a hangszerelése trendi, de ennek ellenére a régi nótákra asszociálnak az emberek, vagy hogy mindenki nagyjából tudja a szövegeket, hiszen itt-ott azért már hallotta. Hát a hangszerelés miatt mai. Amiatt, hogy miért szeretik, ezt ugyanúgy szerették 30-40 évvel ezelőtt is, 10 évvel ezelőtt is, 15-tel ezelőtt is, csak akkor más hangszereléssel. Itt egy a lényeg szerintem az, hogy dalokról beszélünk, méghozzá olyan dalokról, amik a magyar fülnek kedvesek, és valamiért ezekben megvan az a varázsa, hogy slágerek. Magyar éppen slágerek. Ezért korosztálytól független, mert mindenki megtalálja benne azt, ami az idősebb az azért, mert ismeri a nótákat, a fiatal az azért, mert éppen mai alapokon szólal meg. Ő már öreg, én még fiatal vagyok, ez viszont ő kopaszodik, ilyen meg nem. Na, hát mindenkinek megvan ugye a maga keresztje. Mondjatok már el, hogy van a fellépés? Tehát visszitek az alapot, és akkor az éneklés, az MC-zés, ahogy tetszik, akkor az élőben megy, tehát igen. Az megy élőben, igen. És az alapok hát pedig playbackről. Örülök, hogy itt elmondhatom, hogy be a tévében, ahol igazából tényleg keveset szereplünk, hogy sőt, mindenhol keveset szereplünk, de mindegy. De azért elmondanám azt, hogy van. Nem, a színpadokon nagyon sokat szerepeltek. Így van, de médiákról próbáltam beszélni. Mi itt pont nem az a fajták vagyunk, akik döngetjük a mellünket, hogy bezzeg, mi élő koncertnek, stb. Mi nem csinálunk élő koncertet, mi viszont mindenhol, minden egyes diszkóban élőben éneklünk, tehát csak zenei alapot viszünk, és arra bizony napi 6-7 alkalommal is élőben énekeljük végig. Ami azért nem kis teljesítmény. Független, tehát ahol... Ezt most komolyan mondjátok, hogy van olyan nap, olyan fellépési nap, amikor simán 6 helyszín van. És hol van a legnagyobb rajongótábor? Magyarországon és az összes magyarság Európában és azon túl. Tehát voltunk már Ausztráliában 5 hétig a magyaroknak fellépni, óriási sikerrel voltunk New Yorkban fellépni, mentünk is volna idén, de nagy követség elvette a vízumunkat, mert meg tudták, hogy kimennünk, de most már intézzük a munkavállalási vízumot, legalább is intézik nekünk kint, úgyhogy hivatalosan fogunk kimenni, fellépni. Úgyhogy... Tehát akkor nem is tudjátok megmondani, hogy melyik városban szeretnek titeket a legjobban, vagy hol volt a legemlékezetesebb bulitok? Ott volt a legsúlyosabb zúzás. Ha lehet fokozni, én elmondanám azért azt is minden nagy képviség nélkül, hogy nagyon boldog vagyok, hogy nincs rossz buling. Ha 5 ember van, ha 50, ha 150, ha 500 vagy 50 ezer ember, az egyöntetően ugyanúgy tombolnak és élvezik a műsort, illetve a zenét, amit... Most hétvégén is voltunk Hajóson. Egy ilyen szabad téren volt a rendezvény, annyi embert, esküszöm, meg nem láttam még szinte soha. És nagyon jó buli volt. Azt mondták, 40 ezeren voltak, de én ennek nem hiszek. Az szerintem 39. Sok, 30... egy mondat tényleg, annyira van időnk. Mondjuk mikor van legközelebb így a nyár elején egy olyan nagyobb fellépésetek, amin sok ember lesz, és ti is úgy érzitek, hogy nagyobb volumenű lesz? Hát az általában, mivel itt a nyár, ilyenkor nagyon sok nyári szabadtéri rendezvény van, és ott általában ez ingyenes, tehát rengetegen szoktak lenni, és majdnem minden hétvégén most ilyen van. Az esti órákban ugye diszkók vannak, éjszaka, de napközben megtalálhatnak minket mindenütt. Aki viszont arra kíváncsi tényleg, hogy mikor, hány fellépésünk van, és hol találkozhatnak velünk, azok a honlapunkra látogassanak el, www.haver.hu, W-vel a haver, és ezen van egy fellépések menüpont, ahol meg lehet az összes sok bulit találni. Most ezen a hétvégén van 14 bulink. Bírjátok ki, sok sikert, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek a stúdióval. Nagyon szépen köszönöm. És akkor most zenélünk egy picit, és akkor nyomjuk tovább az adásunkat. Itt vagyunk az Interaktívval, vendégeim pedig MC Haver és a Teknő, szevasztok. Nos, hát a listákról, hogyha beszélünk, akkor titeket nem hagyhatunk ki, hiszen rengeteg szervezettek különböző listákat. Magyarországon a mulató zene hihetetlenül népszerű, viszont nagyon sokan meg elég elzárkóznak tőle, és hát aféle alantas műfajnak tekintik. Ti mit gondoltak ezekről az emberekről? Hát igazából szerintem csak a médiák zárkoznak el, és az embereknek nagyon nagy százaléka szereti, persze nyilván vannak, akik nem igazán szeretik a közönség közül, de az eladott arany és platina lemezek bizonyítják szerintem azt, hogy a nagy többség az szeret mulatni a magyarok közül. És hát persze szerintem az is bizonyítja, hogy voltunk már háromszor Ausztráliában turnézni, most megyünk másodszor Amerikába, tehát igazából ott is a magyarok és szeretnek mulatni. Nektek hány arany, illetve platina lemezetek van? 6 arany és 5 platina. Hát minden elismerésem. Köszönöm szépen. Meséljetek nekem arról, hogy mi volt az első kapcsolatotok a mulató zenével, hogyan jött ez a szerelem?
Hú, hát ez nálam például nagyon régen kezdődött, egész tini korom óta zenével foglalkozom, de igazából ugye a 95-ös évek elején, amikor készítettünk egy teljesen dance-es albumot, és aztán olyan dallammeneteik voltak benne, hogy valahogy jött ez a mulatozás, és megpróbáltuk úgy, hogy vegyítettük a mulatos zenével, tehát cigányzenészekkel fölhúzattuk, cimbalom, minden ment, ami kellett bele, és hát így alakult. Ez volt az első lemezünk, még annak idején a Böllér Rap című, ott az a jaj, de jó, jaj, de finom lesz, ugye hurkai az asztalom. És hát így jöttek sorba a lemezek, mi kiadtunk azt hiszem 4-et úgy Teknő néven, és aztán 2000-ben összeálltunk, és azóta így együtt vagyunk. Igen, emlékszem, még a teknős időszakban volt ez a hurkás dal, meg az a szilveszterkor dudálunk egész éjjel, zabálunk, az ugye? Igen, messze van ide Bordó, ez a... Igen. Ez emlékszem, ezek nekem is annak idején nagy kedvencek voltak, viszont ezek utána... Ezek listások voltak egyébként mindig, csak utána letiltották szépen az egészet, úgyhogy jó. Hogy letiltották? Hát például ez a Böllérep nagyon sokat ment, és első helyen volt állandóan a... még ennek a leges-leges-legelső ősi csatornáján. Csak hát utána azt mondták, hogy ez ilyen nagyon népbutító, meg az állatvédők is betelefonáltak, és így le lett szedve az egész. Kihúztak. Hogy találtatok egymásra? Hát én vendéglátós zenész voltam, amellett, hogy üzletkötő is voltam, és a bálokban, vidéken, ahol játszottam, mert értem 3 évig Szombathelyen, ott láttam ezekre mulatosokra, mennyire buknak a fiatalok, akik bálba járnak, és gondoltam, hogy az fel lenne turbozva, modern hangszerelésbe, kis rebbetéttel, akkor ez diszkokba is leadható lenne. És így voltunk külön-külön 95-től 2000-ig, amikor is addigra összebarátkoztunk, és összeálltunk. Így írtottam ki a konkurenciát. Mi a tapasztalatotok azzal kapcsolatban, hogy vidéken, vagy pedig Budapesten népszerűbb ez a típusú zene? Hát nekem az, hogy Budapesten, bocsánat, kevesebbszer hívnak, viszont sokkal nagyobb hangulat van. Én meglepő. Egyébként az egyik legnagyobb budapesti tini diszkóban volt a legeslegjobb bulink, ahol egyszerűen fél órán keresztül, vagy 3 órán keresztül alig bírtam konferálni, mert nagyon sikítoztak a tinik fiatalok. Te is ugyanígy látod ezt? Ez az, mondjuk vidéken nagyobb lehetőség van, ugye, az ország 90%-a, 99% az vidék, ugye, és hát természetesen ott sokkal többet láthatnak minket, de Budapesten ugyanilyen szívesen járunk és megyünk is felépedni. Ti magatok milyen zenéket hallgattak? Chillout például. Minden levő vagyok. Tehát abszolút nem mulatos zene szól otthon nálatok? Hát igazából akkor van helye szerintem a mulatos zenének, hogyha jó hangulat van, esetleg egy kis vörösbor vagy pálinka, minden ilyenhez jól jön, amihez jól jön a mulatás. De én persze nyilván nem azért csináljuk ezt, hogy hátradőlve a karosszékbe otthon ezt hallgassa az ember, de bizony sokan vannak, akik takarítás közben vagy otthoni munkák közben ezt hallgatják, hát azok már fanatikusak. Mit szóltok a mulatos zene új generációjához, gondolok itt Fekete Pákó munkásságára? Őszintén. Munkásságot hát, akkor Fekete Pákó feltűnésére a magyar média egén. Hát sokan feltűntek itt mulatos zenekarok, azt hiszem, hogy nem, hogy 25-30 zenekar biztos, hogy létezik már, ha még létezik. Hát azt gondolták, hogy ez ilyen nagyon könnyű pénzkereset, és akkor gyerünk, elég egy valamit alárakni a mulatos nótákkal, aztán hadd menjen. De hát ez nem ilyen egyszerű, mint ahogy mi is arra törekszünk. Nekünk van egy tendenciánk, hogy mindig az adott évnek megfelelő hangszerelést próbáljuk alkalmazni. Próbálunk olyan dalokat keresni, amik már régen elcsépeltek, vagy már elfelejtették őket, vagy még nem ismerték meg. Ezzel is elég sok munka megy ezeknek a kutatásával, valamint azért igényesen próbálunk cigányzenekarral dolgozni, 15-20 fős cigányzenekar muzsikál általában minden lemezünkön a hangzás miatt. A másik meg az, hogy ugye megtiltani sem lehet, meg nem is akarjuk, hogy bármilyen ilyen gomba módon növekvő zenekarok létrejöjjenek. Azt hiszem, hogy abban szerencsénk van, hogy mi vagyunk a zászlóivők ebben a műfajban, és igazából úgyis a közönség dönti el, hogy melyik zenekar marad fönn, és melyik nem. Igazság szerint bár nem így klasszikus értelemben a mulatós műfaj mindig egy időre megjelenik ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazok, populárisabb tévéknél, rádióknál is, de egy-egy szám erejéig, vagy egy-egy rövid időszak erejéig, és mindenféle műfaj hozzányúl ilyen dolgokhoz, például nem tudom, akár Németországban a Die Toten Hosen nevű együttesnek is vannak olyan dalai, ami ilyen német mulatos jellegű sramli zenéből lett átírva. Ti nem gondolkodtatok azon, hogy készítsetek egy videoklipet, ami nem annyira
mulatós beütéssel, kicsit mai zene, ami rádióknak és tévéknek is ugye az ínyére lehet. Tehát, hogy nem zárkoznak el 100%-osan tőle. Szerintem a daltól függ sok minden. Meg attól, hogy beskatujáznak minket ebben a mulatósba, és hát a ti tévésdek sem igazán játsza nagy rotációban, akár az egyetlen elkészült klipünket, amit ment a háttérben. Ha mi erre kapnánk bármilyen jelzést, hogy szívesen játszaná akár ez a zenetévé, mert mondjuk most már kivívtuk magunknak azt a rangot, hogy esetleg beleférhessen a magyar popzenébe a mi stílusunk is, akkor szívesen csinálnánk, mert igazából azért minden lemezünkön található nem csak mulatos, hanem olyan kicsit poénos, vicces dal is, sőt lassú dal is, ami jónak vagy szépnek mondható. Igen, és általában ahhoz készítünk klipet is, tehát pont emiatt, hogy ne legyen az, hogy ez mulatos és ezt nem játsszuk. Igen, de mi produceri szerződésben vagyunk, és hát ezt nekünk kell a zsebünkben nyúlni, hogyha klipet akarunk csinálni, és így hát nem mindegy, hogy most otthon nézegetjük azt a klipet, egy millió, másfél millió forintért, ha csinálunk, vagy esetleg sugározzák a zenetelevíziók. Picit meséljetek a fellépésekről, hol láthatunk titeket mostanában? Hát hál' Istennek a fellépésekkel semmi gond nincs, de minden hétvégén van, pedig ez ugye ez a január-február az általában a holt szezon. Hát most is hétvégén is a Szegre megyünk jövő héten. Jó, most persze kevesebb van, mint nyáron, meg ugye amikor vannak a falunapok, meg ilyen nyári rendezvények. De aki kíváncsi rá egyébként, annak javasolnám, hogy nézze meg honlapunkat, ennek a címe www. Ezt nem lett volna szabad bemondani. Ennyit mondtam akkor. Tényleg nem mondtad ki végig, az a lényeg, hogy... Már az is reklámnak számít. Igen, ha keresőbe beírjátok a zenekar nevét, tehát hogy MC Haver és a Techno, akkor biztos vagyok benne, hogy megtaláljátok a weboldalt. Igen, ott van egyébként az összes fellépésünk, és ami nagyon jó az, hogy most február közepén utazunk Amerikába, fellépünk New Yorkba, New York különböző részein, akkor Floridába és Kanadába, Torontóba is. Ott leszünk azt hiszem 3 hétvégénnyi, tehát 3 hetet, és akkor tervezzük, hogy utána még 1 hétig átugrunk Mexikóba, ha már olyan közel van viszonylag. Hát akkor egy kicsit... Szép az életetek. Jó van, akkor jó utazást nektek, vigyázzatok magatokra, és jó bulikat kívánok nektek.